A tavaszi árpa, a zab, a magborsó és a cukorrépa vetése a múlt héten gyakorlatilag befejeződött. A napraforgó 97%-ban, a kukoricát pedig már 92%-ban vetették el a nagykunsági határban. A napraforgó és a kukoricavetések az eső után sok helyen szépen kikeltek. Az elvetett napraforgó táblák gyomírtása ugyanakkor nagy kihívás jelent a növényvédelemnek, mert az alapkezelések az esetek zömében láthatóan hatástalanok voltak. Az őszi búza növekedése sok helyen lelassult. A gyengébb termőhelyi adottságú területeken gyakorlatilag megállt. A jobb talajokon még van esély az állomány regenerációjára, de a terméskiesést már nem tudja megakadályozni az esetlegesen érkező csapadék. Több helyen a kalászosoknál a szármagasság kicsi, kevesebb szalma várható. A kalászok egy része üres, valószínűen kevesebb termés lesz. Az őszi káposztarepce virágzása lassan befejeződik. E növénynél közepes termés várható. Az agrártárca felhívta a figyelmet, hogy az aszály nem enyhül. A földeken továbbra is nagy szükség van az esőre. Több hete nem érkezett nagyobb mennyiségű csapadék. Az Agrárminisztérium szerint az őszi és tavaszi vetéseknél a lehullott 5-10 mm eső sok helyen csak tűzoltásra volt elég. A legnagyobb probléma Magyarország északi területén és a Nagykunságban van. A viharos szél tovább szárította a földeket, így a kelés vontatottabb, a fejlődés gyengébb a kívánatosnál.